Londonba utazott Orbán Viktor miniszterelnök, hogy részt vegyen a visegrádi országok és a brit kormányfő csúcs találkozóján. A megbeszélés fő témája az ukrajnai háború. A magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök délelőtt külön is egyeztetett a magyar nagykövetségen, kora délután pedig a brit kormányfővel tárgyalnak. Orbán Viktor és Boris Johnson a nap folyamán kétoldalú megbeszélést is folytat. A magyar tárgyaló delegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Részletek Londonból, Jó Csabától. A V4-es magyar elnökség egyik legkülönlegesebb visegrádi találkozójára kerül sor. Itt London belvárosában a magyar nagykövetség ad majd helyszínt a V4-es miniszterelnökök megbeszélésének a nap első részében, hogy aztán majd közösen együtt átvonuljanak a Lancaster House-ba, amely egyébként a brit külügyminisztérium vendégháza. Ott találkozik majd tehát a V4-es miniszterelnökök csapata Boris Johnson brit miniszterelnökkel, hogy aztán egyeztessék az álláspontokat. Maga a találkozó ténye már egyébként tavaly felmerült, egészen pontosan májusban, amikor is Orbán Viktor miniszterelnök Boris Johnsonnal tárgyalt itt Londonban, akkor még úgy gondolták, hogy a Brexit utáni lehetőségeket fogják majd összefésülni a visegrádi országoknak, hogy milyen lehetőség lenne együttműködni Nagy-Britanniával. Azonban a február 24-én kitört orosz-ukrán konfliktus felülírta a napirendet, és persze ez lesz majd az egyetlen olyan pont, amelyet megtárgyalnak Boris Johnsonnal.